ez most egy elég beteg videó lesz, de hát ennek az az oka, hogy beteg voltam a hétvégén, és még mindig nem vagyok teljesen jól. Úgyhogy most betegen elmondom a beteg véleményemet a Dancing with the Crows döntőjéről, a Starbucksról, a Tóth Gabiról és a Város királynőiről is, de ahogy egyik videómból sem, úgy ebből sem fog kimaradni teljesen a politika. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, ha eddig nem iratkoztál fel, és nyomd meg a kis csengőt is, ha semmiről sem akarsz lemaradni. Na mi volt a hétvégén? Hát az volt, hogy beteg lett a dév, megfázott. Jaja, lázam is volt, és ha már utolért a szombat esti láz, mit kell a tévében? Hát persze, hogy a Dancing with the Krauszt, és néhányan nagyon jól táncoltak a műsorban, mondjuk pont nem a Krausz, de a lényeg, hogy egyik szerepse úgy táncolta, hogy Brüsszel fütyül. Direkt figyeltem, hogy úgy táncolnak-e, és nem, egyikük sem. Na ezért Nemzeti TV a tv 2 Szóval én a Dancing with the Krausz döntőjét néztem, és ha ti is láttátok, akkor tudjátok, hogy Krausz Gábor megnyerte a műsort, annak ellenére, hogy normál körülmények között a Stársévnek esélye sem lett volna nyerni, mivel, nos, mint tudjuk. A zsidóknak nincs erik most Hát én azt hiszem, hogy mondhatok ilyet, mert én is nagyjából onnan jövök, ahonnan a Gábor. Vannak dolgok, amik nekünk zsidóknak nem mennek. Na, hát nem lehet mindenki mindenben jó, de még nekünk is meg lehet nyerni egy táncos műsort, ha elveszünk feleségül egy darab Tót Gabit, aki még annál is sokkal csúnyában lép félre, mint mi a Táncparkett. Na igen, akkor lehet a győzelemre, miután a magyarok már annyira gyűlölik Mészáros Lőrincék matyó babáját, hogy egyfajta bosszúvágytól és vagy szánalomtól vezérelve még azt is képesek elhitetni magukkal egy pillanatra, hogy szegény, porigalázott Krausz Gábornak van ritmusérzéke és tehetsége a tánchoz ne értsen félre senki, Krausz Gábor szépen megtanulta a koreográfiát, tökösen, férfiasan, azaz mereven ott állt, mint a cövek, és emelgette a csajt, mint a súlyzót az edzőteremben. Rakosgatta ide-oda, nagyokat lépett, ezzel nem volt semmi gond. Csak épp a lényeg hiányzott, a kecsesség, a kecsesség és a finomság, ami például a legkecsesebb Orbán nyaloncban, Apáti Bencében megvan, vagyis megvolt, amikor táncolt. Hát ő sem úgy táncolta, hogy Brüsszel fütyül, ugye? Az a helyzet, hogy a táncra születni kell, vagy van hozzá tehetséged, vagy nincs. Vannak dolgok az életben, amit sok munkával meg lehet tanulni valahogy, egy bizonyos szintig el lehet jutni, de ha nem annak születtél, sosem leszel az. Hiába vagy például az ország leggazdagabb embere és gázszerelője, egyáltalán nem biztos, hogy nem vagy még mindig csak egy proli. Amúgy minden irónia nélkül mondom, hogy a Kraus baromi szimpatikusan állt a dologhoz, látszott rajta, és ki is mondta, hogy tökéletesen tisztában van azzal, hogy bár nagyon sokat fejlődött, még mindig nem igazán lehet táncnak nevezni, amit művelt. De ez megint csak szerethetővé tette. Úgyhogy a nézők adtak egy kis fricskát a tanyasi csirkének, ja nem, bocs, picit összezavart, hogy tanyasi csirkét reklámoztak a sztárban, aztán leszekben, miközben Tóth Gabi úgy zsűrizett, hogy inkább újra mondom, a nézők adtak egy kis fricskát a tapolcai szűzanyának, és Krausza szavaztak. Na, aztán jött a vasárnap, meg a sztárban leszek, és Tóth Gabi gratulált a Krausznak. Hát minden jó, ha a vége jó, győzött a béke és a szeretet, meg a Kraus a táncversenyben, mert kiválóan táncol. És a győzelme arra is rávilágított, hogy az amerikai népszavának nagyon nincsen igaza. Magyarországon tényleg nincs antiszemitizmus, antitótgabizmus van. Úgy látszik, hogy most inkább antitanyasi csirkizmus van. Erről kéne inkább írniuk. KOT! és amíg én a Tóth Gabival voltam elfoglalva, addig Molnár nem a mozgalom áron, a másik csatornán kiütötte Józan Lászlót, aki meglehetősen józanul viselte a vereséget, és bár Noár győzelme nehéz perceket okozott a fideszes nézőknek, a végén jött az új kedvencük Árpa Attila, és ő is győzött. Hát csak hogy az Orbánistáknak se legyen annyira szalmapjuk. Árpa Attila egyébként pont annyira nem akar fideszes lenni, amennyire Azaria vagy a magyar válogatott, de erről sajnos nem ők döntenek, hanem a vezér. Ha kiütöd a Lipsi nagy Ervint, megtöltöd háromszor a puskást, vagy csak úgy simán magyar futbalista vagy, akkor fideszes vagy, ha tetszik, ha nem. Ezt Orbán Viktor és a megafonosok szépen eldöntötték helyetted. Hát sok mindenből ki lehet maradni. Például a háborúból. Abból ki lehet, de ebből nem. Hiába küzdenél ellene, jön a megafon és szépen beáll mögét, kész, ennyi, és mindenki mást elzavar onnan és kisajátít. És ha már a kisajátításnál tartunk, és a kereskedelmi tévéknél maradunk, az RTL-nek nagyon nem tetszett, hogy a TV2 a, a kőbunkó fiatalokkal kisajátította a proli a lakosság luxus celebekkel történő irritálását, úgyhogy felvették a kesztyűt, mint Árpa Attila, és úgy döntöttek, hogy elhozzák nekünk a város királynőit azt a műsort, aminek az angol címe az, hogy Real Housewives of Budapest, ami szerintem azt jelenti, hogy Budapest igazi háziasszonyai feleségei. Na, ezt sikerült az RTL-nek lefordítani arra, hogy a város királynői, akikről én nem tudtam, hogy vannak, mármint királynők Magyarországon. Jó, hát a Puzsér meg a Hújber Feri mondta, hogy Orbán Viktor Magyarország királya, és ez lehet, hogy így is van, de én nem tudok arról, hogy ezek a hölgyek Orbán Viktor feleségei lennének. De még hogyha a feleségei lennének is, akkor se királynők, csak királynék. Királynőből elvileg csak egy lehet, de egy olyan országban, ahol már van egy király, egy sem. Na mindegy, lépjünk túl ezen az apróságon. Szóval a magyarok az RTL jóvoltából most újra szembesülhetnek azzal, hogy jól elcseszték az életüket, mert ennek a luxusnak még a közelébe sincsenek. Mert hát így kell élni, ahogy ezek a muffosok. Nyalván. A műsorban lesz két Paulina is, egy anya meg a lánya, és mindkettőt Paulinának hívják. És képzeljétek, nekik van egy vakaros vállalkozásuk. Azért ilyen rohadt gazdagok, mert vakarják a embereket. Viszket valamit, oda mész, azt megvakarnak. Ez azért jó, mert magukat is meg tudják vakarni, amikor feltűnési viszketegségük van. És nyilván nagyon jól vakarnak, ha ki tudták vakarni magukat a felső középosztály posványából, és egészen az elitig jutottak de nem minden városi királynő Paulina, van ugyanis Zsuzsa is, akinek van férje, de ettől függetlenül még mindig keresi az igazit, a férjének meg barátnője is van, ilyen egy jól működő házasság. Hát ők megdumálták, hogy majd akkor fognak elválni, ha valamelyiküknek megint házasodni támad kedve, addig nem. A műsor promó videójában elhangzik egy nagyon fontos gondolat, amit jó, ha minden fiatal lány még időben megtanul. Minden nő annyi tér, amennyit költenek rá. Hát, mint csak Lázár János mondta volna, nem? Nem annyit ér, amennyit tud, amennyire tehetséges, de nem is annyit, amennyire szép, hanem annyit, amennyit költ rá a férfi. Hát az RTL meg úgy néz ki, annyit ér, amennyire alkalmazkodni tud a NER-erkölcséhez, amennyire fel tudja venni a versenyt a lölő tévéjével, prolihergelésben és prostiképzésben a kisfilmből kiderül, hogy 820 ezer forint egyáltalán nem sok egy ruháért, és hogy egy nőnek kell, hogy legyen annyi pénze, hogy magángéppel tudjon utazni. Hiszen magángép és 820 ezer forintos ruha nélkül mit ér az élet? Lószart se. Ha hát ott tartunk, hogy már nem, hogy a business class nem elég jó, hanem már az első osztály se. Magángépkő baszod. Az első osztály az proli csicskaság. Istenem, hol van már Gulyás Márton 80 ezer forintos cipője, amitől sugárban hánytak az elitellenes belpesti balosok? A balás kiksnél már az az alap, hát annál már csak drágább cipők vannak. És milyen érdekes, hogy ma már a több milliós cipőtől se hánynak be azok, akik Gulyás Márton 80 ezer forintos cipőjétől idegállapotba kerültek. Így fejlődik a magyarság. Jöhet itt bármilyen infláció, így lesz normális és elfogadott a több milliós cipő, így lesz a prostiból luxus cenebb, és így lesz Orbán Viktor luxusproli proli is egyre népszerűbb. Mert mindenki annyit ér, amennyie van, minden nő annyit ér, amennyit költenek rá, és minden diktátor meg az elitje addig fog itt uralkodni, amíg a parasznak ki nem egyenesedik a gerince meg a kasza.